Szevasztok, ez itt a Heti Animék Extra, benne a Black Clover 16. epizódjában. Ebben a részben igazán megvolt az akció, mi több, még hősies pillanataink is voltak. A látvány ellenben megosztó volt a harci jeleneteknél, különösen a villámnál. Volt, mikor olyan jól nézett ki, hogy egyből felkaptam a fejemet, máskor meg ugyanazt a közepes rezgést tapasztaltam, mint legutóbb. Lak hátteréből is kaptunk valamennyit, és egészen érdekes kapcsolata volt neki az anyjával, miközben a jeges fickó annyira meglepte a hőseinket, hogyha köpni nyelni nem bírtak. Miután Mimózát elkapja a jégtámadás, Junóék egyből felfegyverkezve fogadják az ellenséget, aki egyébként nagyon arcoskodóan jön. A jégen sétálgatott, amiért nekem azonnal a One Piece jutott az eszembe, azon belül is Aokiji, aki gyakran közlekedett úgy, hogy megfagyasztotta a tengert, amin aztán egyszerűen átbiciklizett. Sajnos már is láthattunk egy spórolást, mikor is Mimóza növényei megjelentek a gyógyításhoz. Akadósan jönnek, pedig látnunk kellett volna, hogy a növények kinőnek. Most kiderült, hogy Laknak tényleg van mivel harcolnia. A látvány nála volt a legerősebb, mert a villámja olyan igényességgel és állaggal készült, mint a Raikage villámja a pajzsában, ám csak két esetnél. Az egyik eset akkor volt, amikor Lak visszaemlékezik az anyjára, aki egyébként jól leteremti, amiért a fia nem tud ennél is jobban érzéketlenebbé válni. Aztán pedig Lak előhozza az erejét. Olyan remekül mozgott a villám rajta, hogy ez az a folyékon rajzos, digitális szikra, amiről én mindig beszélek. A hangulata is megvolt ennek a jelenetnek, mert egy rossz példát láthattunk arra, hogyan nem szabad nevelni a gyereket. Lakanya egy harci gépet akart csinálni a gyerekéből, aki mindenkit legyőz, csak azt nem értem, miért nem adtak választ arra, mi váltotta ezt ki nála. Lak elvesztette az apját, vagy az apja elhagyta a családot, esetleg Lak egy törvénytelen gyerek, de az biztos, hogy valamiféle veszteség áll a dolog hátterében. Az anyja halálával Lak magára maradt, és ezzel az arccal, ahogy utána nézett kicsiként, elég jól ábrázolták azt, hogy semmije se maradt. Már a másik karján is van egy ilyen szuperspéci villám kesztyű, és így támadja meg a füstös alapot, de ekkora sajnos a villámja visszasüllyed a közepes szintre. Egyedül nem igen tudta volna legyőzni az ellenséget, ám Asta és Noel érkezése kiegyenlíti az erőviszonyokat. Úgy volt, hogy Lak örökre magányos és harcélyes ember marad az anyja emlékére, erre már egyről a kettőre megváltozik. Elegendő neki egy löket, hogy neki is vannak barátai, és mindjárt csapatban támadnak a társaival. Ez nekem így túl hiteltelen, és egyébként meg is rontja Lak tragédiáját. Ennek a fordulatnak sokkal később kellett volna megtörténnie, gondoljunk csak Garára! Sokáig ő is negatívan állt az élethez, mikor azonban megváltozik a látásmódja, ez pont idejében történik nála. A füstös fickó füstjének a megjelenítése szintén váltakozott, mert volt, mikor életszerűen csapott le, és volt, mikor csak papírnak látszott. Ám a nagy támadás, amivel bezárják a hőseinket, az eléggé szépen festett. Nem lehetett másképpen kijutni belőle, csak közösen és a tervet egészen érdekesen valósították meg. Lak elterelte az ellenség figyelmét, úgy lövöldözve akár egy lövegtorony, miközben Noel kilőtte Asztát, akit az ellenség nem érzékelt, ezért amikor Asztá lecsapott a kardjával, az ellenség ezt nem tudta kivéteni. És milyen hirtelen történt ez? A fickunk rendkívül jól adta át azt, hogy nem számított sérülésre. A másik fronton Klaus sorjában támad a varázslataival, skriptes módszerrel is, de sajnos eredmény nélkül, mert a jeges fickó túl erős ellen. Így is szépek a jegeink, ám olyan, mintha nem lennének azon a szinten, mint amikor abban a faluban lőtték a jegeket. Úgy volt, hogy Juno előre megy a kincsekét, de mégse tesz ilyet, mert őt másfajta fából faragták. Nem hagyja hátra a társait, majd felszabadítva az erejét megidézi a madárját. A megjelenítés akkor is jól nézett ki, amikor a madár megjelent, illetve Juno is, sőt akkor is, amikor a madárat ellőtt. Viszont miután a madár szerte foszlott, és az ellenség az óriási kardjával állt, na akkor ennél is igényesebb látványt fogadott bennünket. Egy röpke jelenet alkalmával folyékon rajzos jelenetet kaptunk, és milyen jó lenne, ha végig ezen a szinten tartanák a sorozatot. A következő részben a jeges ellenség végre mozgásba lendül. Juno az összes erejét beveti a győzelem esélyéért, de egyedül nem igen boldogulhat. Azt a kisegíti őt és csapatban fognak harcolni. Ki ne adjátok az újabb epizódot! Ez volt a Heti Animék Extra, benne a Black Clover 16. epizódjával. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj!
kommentelj, és iratkozz fel!